3, 2, 1, Lego! Nem először csöppentünk bele a robotika világába. Alsóban már részt vettünk egy versenyen. A jövőben a robotok életünk részei lesznek. Már lesz ismeretem a robotépítésről és a programozás alapjairól. A verseny által még jobban érdekel a robotika. Szeretném magam belevetni teljesen. A verseny minden területe egy nagy kihívás, főleg, hogy újoncok vagyunk a versenyzők között. Néhányan osztálytársak vagyunk. Látásból már ismerjük a többieket, de új barátságok jöttek létre. Ez a legjobb dolog az egyik. Úgy gondolom, hogy a verseny során legbüszkébb nyilván az eddig elért teljesítményeken kívül arra vagyok, hogy meg tudtuk csinálni ezt az innováció részét szerintem egy nagyon izgalmas találmánnyal, és egy nagyon jó videót tudtunk összekreálni a fiúk segítségével, ami szerintem nagyon-nagyon élvezetes volt leforgatni, és ez örök élmény marad. És nagyon büszke vagyok erre, hogy így együtt tudtunk dolgozni, és jó lett a végeredmény is. A Benny Vidinici robotjáról fogok beszélni. Ez egy kocka robot, 4 motor van benne, van 2 itt alul, ezek hajtják a robotot, és van 2 itt fölül, ezek pedig a feltéteket hajtják. A feltétek ide előre jönnek ránk, azért, hogy nehogy véletlenül le tudjanak esni. Így néznek ki, ez a 3 rúd biztosítja azt, hogy ne mozogjanak, egyszerűen rá tud menni, és ez a kalantú pedig az, hogy ne lehessen őket előre lehúzni. Ez nagyon egyszerűen biztosítja, hogy az operátoroknak egyszerűen le tudják őket rántani a robotról, fel tudják csapni a következőt, és erre mehet itt a robot. Alsóban kipróbáltam a robotikát. Nagyon megtetszett. A verseny által meg tudom nézni, mire vagyok képes. Jobban megtanít arra, hogy sosem szabad feladni. Mindig küzdeni kell a célunkért. Legemlékezetesebb pillanataink a közös kajálások, nevetések, a felvételek készítése, de leginkább a továbbításunk. Az atomrobotok nevében ismertetem a robotunkat, Atomkát. Aki 4 motorral működik, 2 mozgására, 2 a kiegészítők mozgatására használ. A kiegészítőkben sokat fejlődtünk, sok konstrukciója volt az összesnek, én szerintem. Idén nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy a sporttal kapcsolatban milyen jó projektet tudnánk kitalálni, és végül úgy döntöttünk, hogy egy ilyen sportautomatát hozunk létre, amit mindenki tud ingyenesen használni, mert azt találtuk, hogy csomóan vannak, akik nem sportolnak a szabadban, vagy nincsen kivel sportoljanak, és azzal, hogy létrehozunk egy ilyen dobozt, tudnánk ösztönözni az embereket, hogy többet sportoljanak, és akár új ismerőseket is tudnának szerezni. Ugye csinálunk ilyen eseményeket is, amivel közösen oda tudnak menni az automatához. És nagyon sok expertel is beszéltünk erről, beszéltünk Karácsony Gergellyel, meg beszéltünk a Margit-szigeti sportlétesítmény vezetőjével, és úgy néz ki, hogy majd ott ki is tudjuk tenni náluk a Margit-szigeten ezt az automatát, és ők meg fogják valósítani. Én vagyok az új tagja a csapatnak, aki idén csatlakozott, és nagyon örülök, hogy részt vettem az EFELE versenyben a csapattársaimmal. 6-an vagyunk, úgyhogy elég sok munka jut egy emberre. És új tagként is elég sok feladatom volt. Én terveztem a 3D modellét a projektünknek, ugye a Landbox-nak. Én készítettem a logót a magának, ugye a cégnek, illetve én készítettem a filmeket is, amiket meg kellett, amit egy a vágást, azt én intéztem a versenynek a beadására.
Úgy gondolom, hogyha esetleg nem is nyernénk a versenyben, annak ellenére, hogy nagyon törekszünk rá. Az élet más területein is elég sokat nyertünk ezzel a versennyel, például a csapat munkát, hogy együtt tudjunk dolgozni, nagyon fejlesztette az egész verseny. Ezek mellett nagyon sok új dolgot ki kellett próbálnunk ahhoz, hogy részt tudjunk venni ebben a versenyben. A döntő miatt szerintem mindenkiben van egy kis izgatottság, de én egyáltalán nem félek, hogy mi lesz. Nagyon törekszünk a legjobbra, és kihozzuk magunkból a maximumot, és ha esetleg nem jutunk tovább, akkor se kell szomorkodni, mert az az élmény, ami közben átéltünk, az szenzációs volt, és szerintem ez nem pótolja semmi. És az, hogy megtanultunk így együtt dolgozni, az szerintem egy csodás dolog. Úgyhogy az eredmények miatt nem kell izgulni, lesz, ami lesz, és kihozzuk magunkból a legtöbbet.